biztos, hogy marad itt sok-sok minden nektek, amiért érdemes utáni Szekszárdra. Nem csak a Boré, azért a felkutatás, vagy a Szabó Zsenyit lássátok, hanem inkább azért, hogy mi érdemes visszajönni. Különböző acélipari szereplők találkoztak Szekszárdon. Az eseményt a Ferropatent csoport rendezte. A megjelent cégek képviselői ismertették vállalkozásaik tevékenységét, történetét és jelenlegi helyzetét. Szabó Sándor elmondta, minden évben legalább 2-3 alkalommal tartanak hasonló üzletember találkozókat. Hozzátette, az idei évben a gazdaságban visszaesés volt tapasztalható. Véleménye szerint a találkozó az információcsere szempontjából kiemelten fontos volt. A megjelent cégek az ország minden területéről érkeztek. Úgy szedtük össze, hogy nyilván ezek a cégek is ismerik is egymást meg, megpróbálnak egymással dolgozni, és akkor így azt mondják abból, hogy mindenki úgy gondolja, hogy jó irányba megy, főleg összefogunk. Én azt gondolom, hogy ha lássuk azt, hogy mindenki ugye föláll, és beszél, és bemutatjuk, hogy mit csinál, hogy mit termel, és mikor egyik-kettő már elkezd beszélni, és a többi ember is, hogy ugye kiadja magából, hogy mit fejlesztett, milyen irányba dolgozik, büszke is arra, és igazából én azt gondolom én, hogy edek hozzák egymást, hogy ahogy látszik is, hogy a Kadexes úr ugye, hogy ő milyen fejlesztéseket csinált, tehát igazából egymást lehet ebben lökni előrébb, hogy ne álljunk meg, a piac megy előre, mi is legyünk. Jövőt építsük, én még nem is beszéltem most, ugye úgy gondoltam, hogy először beszélek én, de megvárom, hogy partnerek beszélnek, és abban még egy kicsit hozzáteszek. Tehát az elmúlt 2 hónapban 52 helyen voltam el, látom azt, hogy van akinek megy, van akinek rosszabbul megy. Tehát ez a piacot is mérjük föl, tehát biztos, hogy még jobban össze kell fogni, egy kicsit másképp kell gondolkodni, de én azt gondolom én, hogy megtaláljuk lehetőséget. Én csak 4 napot voltam Németországban is, 20 kamion árut eladtunk. 10 kamion lemez, 10 kamion gyártott terméket. Tehát a piacért menni kell, tenni kell, ugyanúgy itt is csináljuk. Horváth István országgyűlési képviselő elmondta, a jelenlegi változó gazdasági környezetben a vállalkozóknak még jobban oda kell figyelni a döntéseikre. Hozzátette, a partner találkozók a térség vállalkozói számára kiemelten fontosak. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt a fajta kapcsolati tőkét, illetve piaci jelenlétet, ezt egy Szekszárdon is mindig megerősíti a Ferropatent tulajdonosa Szabó Sándor, azáltal, hogy az ország különböző részeiről sikeres eredményes fémipari vállalkozásokat meghív, bemutatja az ő céljuknak a filozófiáját, a lehetőségeit, és egyben bemutatja Szekszárdot is és a térséget is, és ezáltal, hogy ezeket a partner találkozókat létrehozza, a cég megismertetése mellett a különböző partnerek között is üzleti kapcsolatok alakulnak ki, és több szekszárdi, illetve Tolna megyei vállalkozás is tud így az ország különböző részein partnereket találni, és így közvetve ez nem csak a Ferropatentnek, hanem a térségben lévő fémiparral tevékenykedő cégeknek is a sikerét okozza. A 2022-es év az egy extra év volt. Közrejátszott nyilván az előzmények a 2 év Covid, illetve az ukrán-orosz háború, ami a piacokat elbizonytalanította, mind alapanyag és egyéb szolgáltatás területén. Hirtelen magasba mentek az árak, ez a kereskedőknek amúgy jót tett, de viszont a beruházásokat mindenhol megdrágította. Most egy recesszió várható 2023 év végére, illetve 2024-be, ami itt a fémiparban lévő szereplőket, illetve az építőiparban lévő szereplőket óvatosságra int, hiszen ugyanazok az alapanyag árak adott esetben harmadára, negyedére esnek vissza, de viszont azok számára, akik meg most fognak majd építkezni, azoknak ez meg lehetőséget ad. Tehát igazából nincs egy egyenes vonallal megválasztható, hogy jó meg rossz gazdasági környezet, hanem egy változó gazdasági környezet van, ahol mindig oda kell figyelni, hogy az ember milyen víziói vannak és az milyen döntéseket társít, de ezek az üzletember, illetve partner találkozók pont ezt a fajta információcserét, illetve ezekhez a vállalt lehetőségekhez vagy kialakult gazdasági lehetőségekhez való minél jobb alkalmazkodást teszi lehetővé. A Sokoró Kft. Mezőgazdasági gépgyártással foglalkozik. A Ferropatent csoporttal már több évtizede együttműködnek. Itt az iparnak különböző szegmenseiből érkeztek
a résztvevők, és mindenki a saját tapasztalatát tudja itt megbeszélni a másikkal, az adott problémákat, amikkel éppen szembesülünk, és előfordult már nagyon sokszor, hogy tudtunk találni a partnernek a gyakorlatába olyan megoldást, ami a saját problémáink megoldásához is előre vezetett. Nagyon jó a partneri kapcsolatunk, a Szabó úrnak az empátiája, az üzleti képessége, az érzéke, a segítőkészsége, ez nagyban befolyásolta a kapcsolatunkat, és azt, hogy ma is nagyon szívesen jövünk ide, és szeretünk üzletet kötni a Ferrapatent Kft-vel. A találkozót a szokásokhoz híven a jövőben is megtartják.